Apraja falva lakói vigadnak, de nem az erdőben, mint a manók, és hókuszpókról sem kell tartaniuk. Apraja falva Tolna egyik óvodája, melyre a város, ahogyan a többi oktatási intézményre is, jelentős forrásokat biztosított annak érdekében, hogy a jövő felnőttei a lehető legjobb körülmények között élhessék meg gyerekkorukat. Ők láthatóan élvezik is az életet. Mindig is nagyon fontos volt számomra is, és Tornaváros önkormányzat számára is az, hogy a gyerekeink minél korszerűbb, szebb körülmények közé járjanak óvodába, iskolába. És nagyon fontos volt az is egyébként, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok minél korszerűbbek legyenek, és minél szebbek legyenek. Lehetőség szerint pedig ezeket a beruházásokat mindig összekötöttük valami energetikai korszerűsítéssel. Így volt ez ebben az intézményben is, ahol két lépcsőben történt a korszerűsítés. És ez egy oktatási intézményben nem egyszerű, hiszen alkalmazkodni kell a tanrendhez, még ha ez egy óvoda is. Lényegesen nagyobb odafigyelést és nagyobb szervezési munkát igényel, egy működő intézményről beszélünk, ahol igen, megkötött a kivitelezési határidő tólig. Nyári időszakban van lehetőség munkavégzésre, amikor köszönet az óvónéniknek összevonják az óvodákat és az itteni csöpséget máshol viszik. Ez a pár hét alatt kell megoldani az itteni feladatokat. Mivel felújításról beszélünk, hál' Istennek itt is találkoztunk olyan dolgokkal, amire előre nem várható volt. Teljes szennyvízrendszer itt egy korábban kiépített alagútrendszerbe megy, ami lényegesen megnehezítette a feladatunkat, sokkal tovább tartott, még a benne lévő vascsöveket korszerű csövekre kicseréltük. Igen, rossz állapotban voltak, tehát megérettek már a felújításra. A munkákat hál' Istennek határidőre el tudtuk végezni, a vizes blokkokat fel tudtuk teljesen újítani abban a minőségben, ahogy gondoltuk, és hál' Istennek, mint ahogy láttuk is, az intézmény továbbra is tud működni a látható állapotoknak megfelelően. Nem csak az udvaron, az óvodán belül is nagy zsizsgés van. Az elmúlt években jelentősen nőtt a gyerek létszám Tornamözsön, ennek megfelelően van bőven tennivalója az óvónőknek. A jelenség pedig feladatot ad most és a későbbiekben még inkább az önkormányzatnak is. A gyerekek mindig a legfontosabbak, én azt gondolom, szülőként is a legfontosabbak, és városvezetőként is. Tehát a gyerekek ebben az 5 évben a játszóterektől, az óvodák, iskolákon át, a civil programokig, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok fejlesztési támogatást kaptak. Nem közvetlenül a gyerekek, hanem azok a létesítmények, ahol a gyerekek töltik a mindennapjaikat. Hát mind az óvodákat, mind az iskolaépületeket sikerült felújítani ebben az 5 évben. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy lépés, hogy gyakorlatilag nincs már olyan épületünk, óvodaiskola, ami ne esett át volna valamilyen fejlesztésem. Akármilyen hihetetlen Tolnán nő a lakosságszám és lő a gyerekek létszáma, tehát egyre nagyobb fejtörést okozta az, hogy tudnánk esetleg még óvodai csoportot létrehozni, vagy esetleg valakit bevonni még az óvodai működtetésbe. Én azt gondolom, hogy a jövő az mindenképpen nem csak Tolnaváros önkormányzatának, nem csak a családoknak, és nem csak Magyarország kormányának, hanem mindannyiunknak otthon, a családokban és a mindenkinek a helyén a legeslegfontosabbak. Tehát azok, akik ma délelőtt itt ezt a kis műsort adták nekünk elő, itt az átadó előtt, ezek a gyerekek lesznek azok, akik majd a jövő óvodáiban dolgozni fognak, a kőművesek, az óvónők, a polgármesterek, a jegyzők és mindenki. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a jövő nemzedéke korszerű körülmények között, és feltétlenül minél magasabb szakmai színvonalú oktatásban részesüljön. Szerencsére nekik nem kell fázni, ha beköszönt a tél, mivel az energetikai korszerűsítésen és fűtésfelújításon is átesett az Apraja falva óvoda. Ebben az épületben ugye a Jövőnk Energiai Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával 20 millió forint értékben került felújításra 3 gyerek mosdó, tehát azok a vizes blokkok, amik nagyon korszerűtlenek voltak, illetve felnőtt mosdók, és a fűtés került korszerűsítésre, a régi elavult kazánokat kicseréltük, illetve új radiátorok kerültek elhelyezésre.
ez egy lépés a felé, hogy minél olcsóbban tudjuk működtetni az épületeinket, és minél szebben nézzenek ezek ki. Ugyanis 2 évvel ezelőtt ugyanez az óvoda épület már egy fejlesztésen átesett, akkor a nyilászárókat és a homlokzatot újítottuk meg. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az egész óvoda így most meg tudott újulni. Apraja falván nagy az öröm. Olyan körülmények között élhetnek mindennapjaikat a törpök, aminél jobbat nehéz-e kívánni. A fenntartó feltett szándéka szerint pedig továbbra is kiemelt fontossággal bírnak majd azok az intézmények, melyek a gyerekek nevelésével, oktatásával foglalkoznak.